A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kezdeményezésére a Bethlen Gábor alap támogatásával jelent meg a Szent László, a velünk élő lovak király című könyv. A kötet 2018-ban jelent meg, és a korábbi Szent László emlékév kapcsán hívja fel a figyelmet tudományos kutatási eredményekre, és az erdély védőszentjeként is tisztelt király életpéldájára. A könyv címe azt szerette volna sugallni, meg üzenni, hogy a sok évszázaddal ezelőtt élt és uralkodott László király életművének, tetteinek van a mához szóló üzenete, tehát hogy a múltnak és a jelennek van egymással kapcsolata. Az újragondolás az egy kicsit azt is jelenti, hogy, vagy azt jelenti elsősorban, hogy ezt a múltbéli életet, életművet oly módon próbáljuk a magunk számára felidézni, igen, átgondolni, hogy az segítsen válaszokat találni, mai válaszokat, mai helyzetekre, mai problémákra, segítsen ebben az értékbéli káoszban eligazodni, amiben élünk. Szenteknek a tisztelete az valamiképpen mindig a múlt felé fordulás a jövő érdekében, igazából mindenfajta történeti stúdiumnak ez a kimondott vagy ki nem mondott célja, hogy amikor múltbéli eseményeket, jelenségeket, folyamatokat megvizsgálunk, megismerünk, végigkövetünk, akkor azért valójában a mi mai kérdéseinket tesszük fel ennek a múltbéli anyagnak. És hát a kötetnek a tartalma is kicsit arról is szól, hogy a keresztény értékeket ebben a mai szekuláris társadalomban, vagy nagyon erősen a szekularizmus felé tartó társadalomban, vagy társadalmainkban, mert hiszen a magyarországi meg a romániai nem teljesen azonos a sok analógia ellenére, hogy ezekben a társadalmakban olyan fajta keresztény értékeket, amelyeket akár Szent László is megtestesített, mai eszközökkel, mai módszerekkel, módokon hogyan lehet újra termelni, vagy élővé tenni, vagy elevenné tenni. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tatai csoportja 25 esztendeje működik. A jeles évfordulóra közel fél éves programsorozattal készülnek a helyiek, amelynek nyitó programja volt a mai könyvbemutató. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen rendezvénnyel tudjuk kezdeni a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tatai csoportjának a jubileumi programsorozatát. Azt gondolom, egy nagy lehetőség, hogy ezzel a kötettel meg lehet ismertetni a helyieket, a készeseket és az érdeklődőket, mert volt a Szent László év, és ennek az egyik pályázata tette lehetővé azt, hogy ez a kötet, ez egy tudományos kötet, zenével, irodalommal, minden fontos részével, hogy ez megjelenhessen. És sikerült megnyerni a kolozsvári előadókat, a kiadó igazgatóját, Szőcs atyát, illetve az egyetemnek az egyik tanárát, hogy egy előadás keretein belül mutassa be ezt a könyvet itt nekünk Tatán. A jubileumi programsorozat jótékonysági rendezvényekkel, megemlékezésekkel, kongresszussal és konferenciákkal folytatódik a következő hónapokban.